Ezt nem hiszem el, hogy az ocsmány felemre ültettél. Ellopta. Beleszédültem. Tessék! Stúdiólopás folyamatosan. Kezdődik. Legközelebb már a vendégfürdőt is használni akarja. De nincs a vendégfürdő. És csak üzenem még annak a kommentőnek mindenek előtt, aki beírta előző videó alá, hogy jó videó lett, Barbie, nagyon szeretlek, Attilát ki nem állhatom, de téged szeretlek, hogy megint itt vagyok, csak azért is. Hello my friendek! Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Ebben a videóban itt van velünk Attila, a lealázandó fél, ugyanis a mai videóban mindenben versenyezni fogunk. Párbaj. Igazából gondolkoztam, hogy mondjuk horgolással is készüljek, aztán rájöttem azt, hogy nem kell készülni, mert ebben nem ellenfél a Barbie. Júj, hallod. Minden versenykört én találtam ki. Kicsit izgulom. Jó, letennéd már ezt a szívfokázást? Üdvözöljük Önöket az első versenyszámban, ahol megmérettetik Csecsecsúcsú és Magyar Megyer. Az első versenyszám a fekete-fehér igennel! Ebben nagyon jó vagyok. Versenyzőinknek nem szabad kimondani ezeket a szavakat, és egy teljes beszélgetést kell lefolytatniuk. Visszaszámlálástól kezdődve nem hangozhatnak el ezek a szavak. 3, 2, 1! Vártad már azt, hogy jöhessél ide videózni? Persze. És miért vártad? Mert szeretem veled. Ez milyen válasz volt, hogy szeretem veled? Ez kicsikét hülyén hangzik. Valóban, én is így gondolom. Voltak éppen, szeretek veled videózni. Most miért nem, mintha eszperentén akarnál beszélni kicsit? Pedig... majdnem kimondtam. Amíg igazából már ebben is majdnem kimondtad, mert majdnem, benne is benne van, hogy nem. Kimondtad! Hát de én csak azért mondtam, hogy kimondtad. Kimondtad, én nyertem! Ama azt mondta, a majdnemben is benne van, hogy nem. Tehát kimondtad. Az első nyertesünk, Magyar Megyer! Ez nem lehet igaz! Ez most komolyan azt gondolod, hogy ezt te nyerted. Visszavágod. Igen, jó. A második kör. Hogy vagy? Nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Kicsit ideges, de hát ez mindig az van, hogyha veled találkozom, szóval semmi gond. Értem. Képzeld el, hogy tegnap befestettük a hajamat. És az lenne a kérdésem... A második kör nyertese! Magyar Megyer! Mi történik? Konkrétan a kezedbe adom a győzelmet, nem kellett ezt semmit sem csinálnod. Pedig most direkt többet beszéltem. Jó, hát akkor ezt az első számot a Barbie nyert. Következő szkandál! Testi verseny nem lesz. És vissza is tért Csecsecsöcse Attila, és Magyar Batar Barbara, és a következő versenyszám az nem más lesz, mint egy... Matchmasters match! Ez konkrétan egy nyelvtörőnek is elmegy, Matchmasters match! Amúgy ezt az egy feladatot tudtam, mert ezt mondta a Barbie, hogy fogunk játszani, és már tápolt a gyakorlók, de kicsit félek. Hát igen, ugyanis ezt a videót a Matchmasters támogatta. Ugye nálam már láthattátok ezt a játékot, és én azóta is nagyon sokszor szoktam vele játszani, úgyhogy nagyon... nagy előnyöm van a tényleg. De amúgy konkrétan ez igaz, mert a Barbie-val tap is megkipróbáltuk, játszottunk privát meccset egymással, és nekem van benne kb. Nem tudom, 200 ilyen csillagom, vagy koronám, vagy mi, a Barbie meg 35 000. Jó, hát én egy kicsit ráfügtem. És néztem, hogy mi van? Privát meccset fogunk játszani egymás ellen. Úgy érzem, hogy ez kicsit nem fair, mert a Barbie-nak konkrétan megmutatok, hogy ilyen ultra legendary diamond boosterei vannak, azok ilyen segítséget adnak a játékban, nekem meg van egy bronz kacsa. Hogyha nektek is megjött a kedvetek ahhoz, hogy elnaspángoljátok a barátaitokat, akkor a képen látható QR kóddal, vagy a leírásban lévő linkkel ti is le tudjátok tölteni a játékot. És hogyha a linkemen keresztül töltitek le egyébként a játékot, akkor kaptok egy pinyáta csomagot, amiben van. De ezt nekem miért nem mondtad? Szóval alapból hárányban kaptok benne outfiteket, pénzt, ilyen játékbeli pénzt, boostereket, meg mindenféle jóságot. Ti mindenképp így töltsétek le, Attilát szabotáltam, ez való igaz, de ez nem bűn. Annyira ideges vagyok, ez egy Attila idegbetegségi videó lesz. Az, hogy mindenben jobb vagyok nálad, az csak egy tény, és ezt már te is tudod. Ez mi? Na, én jövök a rakétámmal, az nagyon jó, nem? De ugye most tudod, hogy sajnos most vérmes leszek.
Mi az a... akinek bajsza van, az ki az te vagy? Nem, az, hogyha azt párosítod, amúgy te vagy, úgyhogy csinálj. Mi? Hogyha azt párosítod valamivel, igen, akkor kirobban, és akkor 3-4 plusz pontot ja is izél. Most látok egy nagyon jó, hogy nem ezt csinál. Ne! Ne! Azt akartam! Ez nagyon jó volt neked. Köszönöm szépen. Na, ezt VIP nézd. Hopp! Az szóval. Na, micsoda boost! Amúgy, és? Még mit tudok csinálni? Gyors, valamit. Várjál, én küldök neked egy ilyen kinevetlet. Mi van, van? Hagyjál már! Ahhoz képest pedig 14 pontod van. Na jó, oké, akkor én így csinálok most. Ez mi volt? Ezt hogy csináltam? Na és figyeld, ezt figyeld! Elnézést, ez mi? Hát itt most szét leszel alázva. Ez mekkora csalás volt, ez konkrétan ez nem is a skillre megy, és hanem... És figyelj, még most megint feltöltött az UND-i. Ez undorító volt, mi a szar? Ez egy végtelen loop. De ez konkrétan újból feltöltötte. Na, amúgy ez sem volt rossz. Na, azt ha nem volt rossz, de lehetne jobb is, én azt mondom. Mondja ő. És most? Igen. Mit tudok valamit? Sajnos. Aj, nem én jobbok meg. Már a mágnesedet! Ezt nem hiszem. Ez akkora ószvár OP. Mi a szar? Jó van. De ami nem olyan sokkal vezet. Azt mondom. Hagyjál! Ez mi? De ezeket hogy csinálod? Hát így összecsinálom a dolgokat, nem tudom. Fú, mindjárt én is összecsinálok téged. Sajnálom! Na az én rakétám is tök jó. Teszek magamnak csillagot. De még mi? De neked miért? De neked miért tölt 6 évig a te köröd? Azért, mert én is ismerem a játékot. Na megint mi a jó, hát most arra megyek igazából, hogyha ezt most megcsinálom, ezt a kört, akkor utána már nem tudsz megverni. Még mindig tart a köröm? Nem, most már te jössz. De jó, köszönöm. Meg lépek 2-t és ő vége. Ezt nézd. Na ez most jó. Így, aha. Na és a villámot meg a nyilat egybe? Oh, jaj, már rányomtam erre. Jó, nem baj. Jó, nem baj, és a villámot meg a nyilat egybe, úgy, és akkor igen. És még tudok valamit én is. Mert nem tudsz látom. Kalapácsolni. Mit? Kalapácsolt ki azt a narancsárgát. Rosszra nyomtam. Úram, atyám, egy zöldet! De nézd, tudok egy ilyet még. Ez jó. Neked mindjárt megint lesz ez a dolog. Nem hiszem el. Az a dolog. De egy körön belül hármat csinálsz. Te még bound. Konkrétan minden eltűnt. Ez most jó. És akkor még ezt is beteszem ide. Én is így. Na. Bejössz! De utálnak. Most nézzük, most mit csinálja? Ezt csináltam. Ugyas? Meg ezt. Jó. Ez volt az én köröm. Ez a két. De volt ultid. Nem, most töltöd ja be ezzel. Oh. Hát akkor megint megmágnesezni. De amúgy ez a mágnes, ez nagyon csalás. De amúgy minden az összes ilyen Diamond Booster ennyire jó, tudod, szóval, hogy... De elnyertem a tök jó rakétádat. Szóval egy ezüstöm volt, és már az is a bajbé. Fair küzdelem volt. Tetszett? Mi kezd kifolyni ebben, ilyen? A második kör nyertese Magyar Barbara volt. No comment. Mehetünk tovább? Ne szólj hozzám. Nagyon jó lesz ez a videó is. Mehet. Macska! Nézd szokni. Inyata a foled is. Hogy nézd? Bubd. De most én nyertem. Üdvözöljük Önöket a harmadik versenyszámban, ahol versenyzőink Atka Szafaládé és Barbara Csokoládé fog versenyezni. De miért én kapom a szafaládét?
Versenykör neve, vegyél jobbat. A versenyzőinknek el kell látogatnia a legközelebbi bevásárlóközpontban, és ott egymásnak csupán 2000 forintért megvenni a jobb ajándékot. De van kuponom, azt lehet használni? Nem. De ő használhatja a Gmand Dia arany boosterét. Akkor lehet. Köszönöm. És ennek a versenynek az a lényege, hogy veszünk egymásnak, lehet többet is, lehet csak egyet is, tehát az a lényeg, hogy 2000 forintból kivesz jobb ajándékot. Jó. Úristen, ez már egy kezdő lépés, kezdetben még csak egy 2000 forintos TikTok ajándékcsere, aztán pedig már ennyi. 2000 forint, ennyi van. Ilyen lenne a címe, 2000 forintos TikTok ajándékcsere. És 10 kategória, 2000 forint összesen. Induljunk. Viszlát. Erigyémát. Megyek vásárolni. Megyek megnyerni ezt a challenge-et. Mennyibe kerülnek ezek a virágok? Ó, hát ez nem jó. Na, hát megnézem a kuponjaimat. Egy hosszabbító. A smoothie-val nem lehet mellé nőni. Ezt szerintem amúgy mindenki szereti. Vagy egy kis ülés a Barbie-nak. Egy nagy szalámi. Ezt a fajta kekszet én úgy tudom, hogy ő nagyon szereti, és most le van árazva, úgyhogy ez is jön bele. Ez az egyik kedvenc bőzi szeletem, és ez hozzáadott cukormentes, 900 forint. Úristen, mit találtam? Haj, dísz! Hello! Megérkeztünk. Kezdett te, vagy kezdjem én? Kezdjem én. Szerintem, hát ezt csak angolul tudom mondani, de hogy I got this one in the bag. Oké. Okay. Szerintem. Szerinted akkor te nyersz? Remélem. Amúgy én be kell valami, kicsit túléptem a keretet, szóval valamit ki kell vennem. A pénzügy csak 2000 forintot engedélyezett. Igen, szóval tudom, hogy megadta a pénzügy a határt, és ezt túléptem, szóval ezt nem adom oda a Barbie-nak, egy kis fini almali. Szóval amúgy extra szomjas, szóval ezt most én így... Nem. A pénzügy nem engedt, én neked akartam adni, te mondtad, hogy a pénzügy nem engedi. Az első dolog, az ez a kis... Oh! Ezt tudom, hogy a Barbie szereti, nem tudom, hogy ezt, ezt íz szereted. Konkrétan ez az egy, amit nem szeretek. Ez az íz. Aha. De amúgy jó ötlet, mert ezt nagyon tudom, szerettem ezt, magát a termékcsaládot. Igen, meg tudom, hogy ezt az íz még nekem sem mondtad soha, hogy ezt tenné, de meglátom, hogy most a rózsaszín, akkor ez Barbie, és ezt veszem. És akkor ezt megtartom. Eddig akkor minden a tiéd. Nem, nem. Következő, amit én amúgy extra szeretek, és akkor nem tudom, hogy te ilyet ettél-e már ott, de én tök szeretem. Ez a kis műzli szelet, és ebben 5 darab is van, és ezt csökkentett cukortartom, és szerintem tök jó, szóval kóstolj meg ilyet most. Eddig nagyon érdekes. Hallod, nem is 5 dolog van benne, hanem 10. Műzli szelet teszt, mukbang? Na. Nagyon jó. De akkor ezt is megtartom, hanem olyan jó, mert ezt imádom. Jó, jó. Na, következő, ez az utolsó amúgy, 3 dolog, az pedig egy ilyen. Ezt hol találtam? Hát, szerintem kijelenthetjük, hogy Ári nyertem. Úristen, ne jó, ez konkrétan jól fog kinézni az esküvőre ruhámhoz. Mi az esküvőre? Ezt felveszed? Szerintem igen. Ó, ennek nagyon örülök, köszönöm. Na, akkor egy dolognak örül a igen. Háromból. Én először. Hát jó ajándék magamtól magamnak, tetszik. Na, igen. Egy zéró cukormentes keksz, és ez le volt árazva, ez na, az egy. Ez jó választás, ezt szeretem. Szereted? Oké, okay. Very good. Amúgy ez a legkevésbé kedvencem ezekből a cukormentesekből, de szeretem. Hát igen, mert ez nagyon basic, tudom. Igen. Ebből kettő is van, kettő is belefért a keretbe. Ez teljes körlésű kakaós csiga. Úristen, nagyon jó kezdi. Hát megeszem vagy csiga. Jó, és akkor, hogy ezt le tud öblíteni, ilyen epres smutyi. Úristen, most megiszom. Eddig ez a teredet a kedvencem. Ez az egy dolog, fölt még bele a büdzsébe, egy műzli szelet. Na jó! Piros gyümölcsös. Piros gyümölcsös, annyira nem szeretem. De az enyém az egy esküvői kellék, anélkül nem tudnám menni. Igen, de viszont az enyémnél majdnem mindennek örültél. Mondjad így, jó. Amúgy akkor nyertem? Igen. De amúgy én nyertem, mert sokkal jobbakat kaptam. Visszakapcsoltunk a stúdióba, a negyedik versenyszámunk következik. Itt van velem újból Magyar Farhát, Barbara és Csecse. Gyönyör. És a negyedik feladat nem más lesz, mint... Viccmesélő verseny. De te nagyon nem vagy viccös, szóval ez elég fura feladat. Adja ide a mikrofont. Aki előbb elneveti magát, az veszít. Ne van tartóztatva. Jogában elhallgatni. Jaj, ne. Elvisz a rendőrt. Ez mi volt? Tudtam, hogy az Elvis rendőr az mindent megold. Az nyer mondjuk, aki két röhögést ki tud facsarni másokkal. Igen. Utálom, ha követelőzöl. Szerintem ez nagyon jó volt.
Amúgy ez tényleg nagyon jó van. Készülj, mert itt a vége a játéknak. Ű, Balázs! Te aztán jól beütötted a kezed, nem fáj? Nem, csak belilult. Ez nagyon jó. Ez tetszett nekem. Mi a különbség az ignorancia és az apátia között? Apátia? Azt mondtam, mit jelent? Micsoda? Nem tudom, és nem is érdekel. Ez az! Sikerült! Isten magához szivatja Évát. Éva, bűnbe estél, ezért most a véreddel fizet. Nem lehetne havi részletben? Ez offen? Ez jó. Nyertem! Ó, de jó volt ez a kör, de rossz vége a faviceknek! Hát, ez az állás. Jó, mert akkor ezt Attila nyerte. És következik az utolsó párbajnám. Nem tudom, mire számítsak ezek után. Az ötödik versenykörünk címe Mesélj a másikról random szavakkal. Mi van? Ebben a feladatban egy random szógenerátorra lesz szükségünk. Egymásról kell elmondanunk egy pár mondatot, amit szeretnénk, és egy random szógenerátorral két random szót ki kell generálnunk. A másiknak az lesz a feladat, hogy kitalálja, hogy az elmondott szövegben mi volt az a szó, ami random volt. Úristen. Hogyha jól elmondod a szöveget, akkor nem fog feltűnni, hogy van benne két teljesen random szó. Hogyha Benji vagy és a másik kitalálja, hogy mi volt a random szó, akkor írjuk a pontokat. Ez tetszik. Ja, és ebből is két kör lesz. A két szó, amit legeneráltál, az a két körhöz fog kelleni. Szóval ja. egyik sztori egyik, másik sztori másik. Ja, így viszont sokkal kell, mert azt hittem azt, hogy mindegy történetnél egy-két. Nem, csak egyet. Jó. Hát ez minden megváltoztat, így már hízi gyerekjáték. Ugyebár nekem mindig autó problémáim vannak. Amióta mi az Attilával barátok vagyunk, azóta szerintem már volt vagy 5 kocsim. Tényleg. Mindegyiknek valami motor problémája volt, szóval folyton motorszerelőnél meg autószerelőnél kellett lennem. Attila mindig mellettem állt ebben, és bíztatott, és ott volt velem, hogy majd sikerül, majd csak pénzt azt nem adott. De sajnos ez nem elvárható barátként. De más igen, ez volt a sztori. Hát ez nagyon nehéz. Már mi sem emlékszem a szavakra. Autószerelő. Nem. Akkor mi van? Motorszerelő. Neked ez nagyon könnyű volt. Vaj. Ez a mászlid volt, ez jó neked volt. Nagyon ennél van? Sokkal nehezebb? Igen. Jó. Ja, és azt is akarom, hogy írjátok meg pontba, hogy ti rájöttetek el a szóra. Clownnak és a Barbie-nak ugye most volt nemrég a szülapi bulia, ami egy tökre jó kis hát ilyen nyaralóházba volt. Mi az? A nyaralóház? Ne! Még nem mondtam, még a történet. Ilyen tökre jó koncepciót találtak ki, hogy végül is olyan ilyen ünneplő ruhába kell menni, ami ilyen csillogós, vagy hát ilyen kis elegáns koktélruhába. És Flitter volt a téma, és mindenhol ilyen nagyon szép dekorálemek voltak, és volt ilyen különböző fotófal, meg ilyen kollázs a kép, kollázs a falon, ilyen képek, meg mindenféle, vagy nem. Volt ilyen kollázs a magazinban, amit készítettek, és nagyon jól éreztem magam. Fú, amúgy a nyaralóházon gondolkodom nagyon, és a kollázson, mert ott nagyon besresszeltél, és össze-vissza mondtad többször. Úgyhogy szerintem az a kollázs lesz. Az volt? Nem, az ünnepőrűben. Ó, tényleg? Direkt ilyen hülye szavakat mondtam, hogy azon mondom, jobban elterelik a figyelmet, mint úristen, az akkor eddig egy-egy pont. Igen, amúgy. Nincs bent a fülesen, Barbie kiszívta. Nem történt ilyen. Így csinált. Jaj. És így beporszívózta. Szóval, hát mint tudjátok, és ugye sűrűn látjátok is, mi Attilával mindig bolondozunk, és videókban mindenféle huncutságot, meg zsibányságot csinálunk. Rólunk egyébként ez alapvetően szerintem elmondható, hogy teljesen idióták vagyunk. Az Attilának ugye van diplomája, szóval ő annyira azért nem hülye. Szerintem egyetem, hogy nekünk ilyen kis bolondos reménységünk van. Amikor videózunk, akkor nyilván én azt mondanám, hogy egy picit felcsavarjuk így a hangerőt a bolondságon, de szerintem azért mondhatom azt, hogy nagyjából ugyanolyanok vagyunk élőben is, mint a videókban, csak lehet, hogy egy picit talán visszafogottabbak. Jó, akkor volt. Uh-huh. Jó, hogy felcsavarjuk. Nem. Akkor a zsiválság. Nem, gondolod? Akkor a diploma. Nem, a huncutság volt. Megint úgy rontottad el, hogy autószerelő, motorszerelő, és hogy huncutság, zsiválság, hogy egymás igen, után mondtam a két szót. Aj, megint beleestem a csapdádba. Igen. Jó, most te jössz. Na, ez a szó tetszik.
Hát ugye a Barbie-nak meg nekem elég különleges a kapcsolatunk, szóval nem a szokásos dolgokat szeretjük, mint az átlagos párok. Szeretem, hogyha a Barbie engem elnyom, vagy megpofoz esetleg, vagy hogyha ad nekem cukormentes süteményt. Szóval nekünk ilyen furcsa dinamikánk van, de hát mi így hozzuk ki egymásból a legjobbat. Ennyi? Igen. Úristen, ez nagyon rövid volt. Most amúgy vagy a cukormentes sütemény, arra gondolok, hogy azért tetszett neki ez a szó nagyon. Vagy valami ez a pofoz, vagy valami ilyes. Jó, szerintem legyen a pofoz. Az volt. Tényleg? Igen, ez nagyon jó volt. Aztán, hogy nagyon ilyes volt, erre nem való egyedül rájössz, mert direkt annyira sok ilyen olyan szót mondtam, amire szerintem azt hihetnéd, hogy az hogy a... random. Ah, igen. Amúgy ezt megérdemelted. Ez az első, amit megérdemelsz. Ez az első pont. Az gomoly! A mai nap folyamán utoljára is a szó a stúdióé, eredményhirdetés jön, meglepő fordulatokban, nem is értem, hogy, de magyar Barbara nyert. Világbéke! Egyértelmű volt, hogy én nyerek, köszönöm szépen, hogy itt mehettem. Egyértelmű volt, miután megbundázta a feladatokat, ehhez csak annyit mondok, az ügyvéde még jelentkezni fog. De mi a műsorunknak a címe? A Párbaj. A Párbaj. Ahol minden héten összemérjük erőnket különböző feladatokba. Jövő héten egy kalandparkba fogunk menni, lovakkal fogunk ugratni, valamint cápák között fogunk ugratni. Aztán lovakat verünk meg, és cápák között fogunk úszkálni. Na jó, hát amúgy köszönöm szépen, hogy benne volt ebbe a videóba. Köszönöm. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor írjátok meg kommentben. Ne felejtsétek el letölteni a Matchmasters-t. Itt van a QR kód is, illetve a link lent van a leírásban. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót. Puszi!